Én sokáig gondoltam azt, hogy a bőség valami olyan, amit el kell érni az életben. Hogy a bőség az akkor van, hogyha kitűzök egy célt, és akkor azt teljesítem. És akkor majd lesz bőség, akkor én majd elérem ezt, hogy bőség van, meg hogy én is úgy érezzem, hogy bőség van. És aztán soha nem így történt, mert elértem célokat, és nagyon hamar új célok látszottak, amiket akkor majd el kell érjek. És így valahogy kitolódott mindig, mint egy ilyen déli bábot kergettem ezt, hogy úgy érezzem, hogy na most akkor így ez elértem a célt. Hogy most tényleg bőség van. Tehát, hogy így célokat kitűzve én soha nem tudtam bőségbe érezni magamat. Vagy én arra jutottam a saját életemben, így a tapasztalatom alapján, hogy a bőség az nézőpont dolga. Vagy még tovább menve, hogy a bőség az van, csak sokszor nem látjuk, hogy van. És az a tapasztalatom, hogy sokszor voltak videók, amiket azért csináltam, mert azt gondoltam, hogy ez egy populáris téma, és majd akkor sokaknak tetszik, és sokan látják, és megosztják, és akkor majd nő a követők száma, és soha nem ezek teljesítettek jól. Mindig azok a videók teljesítettek jól, meg azoknak volt kiugró nézettsége, meg tényleg azokat osztották, meg sokan azokhoz szóltak hozzá sokan. Amikor sikerült a csendből szavakba túlcsordulni, értve ez alatt, hogy amikor sikerült a bőség állapotában mondani valamit, ami fontosnak tűnt, amit úgy éreztem, hogy érdemes elmondani. Célként azt kitűzni, hogy jól legyek, az butaság. Meg kell látni, hogy jól vagyok. Meg kell látni, hogy minden rendben van. És ha ez sikerül, akkor helyes tettek, helyes döntések, bátor és helyes részvétel van az életben. Nekem a hála érzése az, ami azt mutatja, hogy helyes állapotban vagyok, hogy alkalmas állapotban vagyok az életben való működésre, és fontos, hogy a nap mindig nyugalommal kezdődik, és amikor a hála megvan, abból van egy ilyen automatikus túlcsordulás, amiből tettek következnek. Szeretettel üdvözöllek, Jós István esik. Szeretem az esőt, olyan nyugodt az eső, töltekezős számomra velem is. Valahogy így mélyebb dolgok foglalkoztatnak ilyenkor, és most egy ilyen témával jöttem, de előtte még három szám, ami aktuális. Az egyik, hogy 50 000. 50 000 a lájkolók száma a Facebookon, és ez lenyűgöző. Tehát, hogy ez egészen elképesztő számomra. Néha így, mert 50 000, ugye sokkal nagyobb számok, követő számok is vannak, akár Magyarországon is, de olykor így elképzelem, hogy tényleg egy néhány száz fővel egy terem már egy zsúfolt teremnek tűnik számomra, sok embernek, és néhány ezer ember, egy stadionnyi ember, néhány tízezernyi ember, tehát hogy ezer rengeteg ember. A legnagyobb stadionokban van talán 50 000 férőhely, és ez egészen elképesztő, hogy 50 000 ember kíváncsi erre, meg követi ezt, amiket én így tényleg tapasztalati alapokon, és gyakran makogva mondani tudok egy mobiltelefon kamerájába. Tehát, hogy ez ilyen egészen lenyűgöző, ha belegondolok, akkor döbbenetes, és nagyon-nagyon megtisztelő. Úgyhogy köszi mindenkinek a bizalmat, jó érzés, tagadhatatlanul, és ezt meg akartam köszönni, ez az első. A második, hogy ugyanezzel egy időben a Facebookon, ugye ez az 50 000, vagy mi az YouTube-on a 18 000-et haladta meg most a követő szám, ami ugyanígy egy óriási dolog, meg egy óriási szám. Valamiért sokkal lassabban nő, mint a Facebookon a követők száma, de teljesen mindegy. Ez is nagyon nagy dolog. És a harmadik szám, meg hogy a hírlevél, és talán ez a legmeglepőbb, vagy ez a legnagyobb szám valahol, hogy a hírlevelet most már több mint 7 000-nál kapjátok, vagy kéritek, mert hát nem mondjátok le, jelentkeztetek valamikor, valamilyen módon, és nem mondjátok le. Tehát, hogy ez is így ilyen elképesztően nagy dolog, hogy ennyi ember életében így részes lehetek, és ebből kötöm át a mai témára, mert a mai téma a bőség. Én soká gondoltam azt, hogy a bőség valami olyan, amit el kell érni az életben, hogy a bőség az akkor van, hogyha kitűzök egy célt, és akkor azt teljesítem, és akkor majd lesz bőség, akkor én majd elérem ezt, hogy bőség van, meg hogy én is úgy érezzem, hogy bőség van, és aztán soha nem így történt, mert elértem célokat, és nagyon hamar új célok látszottak, amiket akkor majd el kell érjek,
És így valahogy kitolódott mindig, mint egy ilyen déli bábot kergettem ezt, hogy úgy érezzem, hogy na most akkor így elértem a célt. Hogy most tényleg bőség van. Tehát, hogy így célokat kitűzve én soha nem tudtam bőségbe érezni magamat, vagy rendben érezni magamat, ami egy másik fogalom erre, vagy nyugalomban, nyugodtnak érezni magamat, jól érezni magamat. Tehát, hogy ez így célokat kitűzve nekem soha nem sikerült. Ez a gondolat most. És ami a kapcsolódó másik oldala, hogy másrészt viszont egészen elképesztően bőségben tudom érezni magam. Pusztán csak így az esőcseppek kopogását hallgatva akár. Tehát, hogy én arra jutottam a saját életemben, ugye tapasztalatom alapján, hogy a bőség az nézőpont dolga. Vagy még tovább menve, hogy a bőség az van, csak sokszor nem látjuk, hogy van. És kicsit még visszakötve a Facebook, meg a YouTube követőkhöz, meg akár a hírlevél követők számához is, hogy az a tapasztalatom, hogy sokszor voltak videók, amiket azért csináltam, mert azt gondoltam, hogy ez egy populáris téma, és majd akkor sokaknak tetszik, és sokan látják, és megosztják, és akkor majd nő a követők száma, és soha nem ezek teljesítettek jól. Mindig azok a videók teljesítettek jól, meg azoknak volt kiugró nézettsége, meg tényleg azokat osztották meg sokan, azokhoz szóltak hozzá sokan. Amikor sikerült a csendből szavakba túlcsordulni. Értve ez alatt, hogy amikor sikerült a bőség állapotában mondani valamit, ami fontosnak tűnt, amit úgy éreztem, hogy érdemes elmondani. Azok a videók teljesítettek jól, amikor nem volt velük célom, hanem csak így feltörtek a szavak, és nem tudtam nem elővenni a kamerát, mert vagy nem elindulni, kirándulni, vagy sétálni, hogy eljussak ez a magaslathez, mert most így valamit nekem úgy érzem, hogy el kell mondanom. Úgyhogy csak így a bőség témájához ennyi, hogy, és ugyanígy egyébként ugye a követőszám változásában is ez látszik, hogy amikor néztem, hogy hú, akkor hány követő van, akkor mindig nagyon lassan nőtt. És amikor nem foglalkoztam vele, hogy hány követő van, akkor pár héttel később, vagy x idővel később meglepettem, vettem észre, hogy hát honnan lettek ennyivel többen. Tehát, hogy, és ez nekem tényleg így csak ilyen példa az életből, hogy az a tapasztalatom, hogy bőség van, és ha csak sikerül ezt látni, és ezért fontos nekem a napok kezdése minden nap, meg kell érkezzek előbb az adott napba, és ez a megérkezni a napba, ez valahogy a hála érzésével tudom ezt kifejezni, hogy nekem a hála érzése az, ami azt mutatja, hogy helyes állapotban vagyok, hogy alkalmas állapotban vagyok az életben való működésre, és fontos, hogy a nap mindig nyugalommal kezdődik, és amikor a hála megvan, abból van egy ilyen automatikus túlcsordulás, amiből tettek következnek, és hogyha csak ez megy, hogy nem célt akarok, hanem a bőséget látva, hálából túlcsordulva teszek meg valamit, amiről azt érzem, hogy időszerű, mert szüksége van rá másoknak, na akkor működik az élet. Akkor működik az élet, akkor mindenben az működik. Ezekben a videókban, meg anyagi téren, meg minden más témában ez működik, amikor csak elég jól vagyok ahhoz, hogy észre tudjam venni, ahol szükség van rám, ahol én hasznos tudok lenni, itt és most valakiknek. Ez nekem ez működik az életben, és tényleg így köszönöm nektek, meg igazából köszönöm a jó Istennek főleg, hogy így működik az élet, és hogy lehet nekem helyem és hasznom itt a világban és a teremtésben, és hogy én ezt elfoglalhattam, ezt a helyet, vagy megtalálhattam. És nem helyes ez a lezárt megfogalmazás, mert nem találtam meg, mert napról napra fedezem még föl, de hogy mégis, hogy járatok ezen az úton, vagy most már a saját utamon, tényleg az én utamon járok, és így napról napra azt csinálhatom, amiről tényleg azt érzem, hogy az én dolgom, és ezáltal ott csinálom, ez még így tisztul is folyamatosan napról napra, és egyre jobban tudom csinálni, és egyre fókuszáltabban tudom csinálni, és egyre inkább azt tudom csinálni, amit nekem dolgom csinálni, és egyre jobban együtt tudok másokkal is működni, mert nyilvánvalóbb az, hogy mi az, ami az én dolgom, és mi az, ami meg mások dolga, ahol ki tudjuk egészíteni egymást, tehát hogy ez ilyen egészen lenyűgöző. De hogy az egésznek az alapja a bőség, az egésznek az alapja a hála. A működő élet, a működő párkapcsolat, az anyagi biztonság, sőt az anyagi bőség, tehát hogy így mindennek az alapja a hála.
ez a tapasztalatom, hogy célként azt kitűzni, hogy jól legyek, az butaság. Meg kell látni, hogy jól vagyok. Meg kell látni, hogy minden rendben van. És ha ez sikerül, akkor helyes tettek, helyes döntések, bátor és helyes részvétel van az életben. Ez egyszerűen csak ez a tapasztalatom. Hogy nincs így a célnak értelme, hogy én kitűzöm, hogy ezt el kell érjem, hanem ha látom azt, hogy rendben vagyok, akkor automatikusan születnek a tettek. Ez ilyen nagyon érdekes, hogy az elég tisztet, hogy sokat gondolkodtam régebben dolgokon, meg hogy mit kéne megtenni, meg mi a jó döntés, és most már jó pár év az a tapasztalatom, hogy nem tudok döntések által helyes lépéseket tenni, hanem ha elég tisztán látok, akkor nyilvánvaló, hogy mit kell léptegyek. Tehát, hogy végül nincsen más, mint a figyelem, bizonyos értelemben nincsen más, mint az önismeret, tényleg nincsen más, mint az ismert meg önmagad. Ha elég tisztán látom, hogy én ki vagyok, akkor elég tisztán látom azt is, hogy tudok hasznos lenni, elég tisztán látom a világot magam körül, és elég tisztán látom azt is, hogy mit kell ma megtegyek. És igazából csak nekem ez az élményem, hogy ennyi az élet ma. És ilyen értelemben tényleg a mai nap feladatai az érdekesek, sőt, tovább megyek, a jelen perc feladatai. Most ezt a videót kell megcsinálni, és aztán majd megyek tovább, és majd amikor hazaérek, akkor kiderül, hogy akkor pontosan mit kell délután csináljak, nincsen erre tervem, és így élem egy ideje az életemet, hogy egyszerűen csak így felfénylenek dolgok, amiket fontosnak érzek, amiket meg kéne tenni, és amihez erőt is érzek magamba, hogy engem ez lelkesít, hogy na akkor én most ezt megtegyem. És ez működik. Egyszerűen működik, nő a követőszám, nő a taglétszám, nő a bevétel, nő a mindegy. Minden nő, amit célként az ember amúgy kiszokott tűzni, hogy ezek nőjenek. De amikor célként próbáltam hajkurászni őket, akkor nem tudtam rajtuk növeszteni. És most meg, hogy egy ideje, ezek nem célok, hanem tényleg csak az van, hogy megtenni, amit nekem ma most időszerű megtennem, úgy meg minden fejlődik körülöttem. Kicsit ilyen ünnepi videó talán, vagy nem tudom milyen videó, visszatekintő videó, tényleg érdekesek ezek a mérföldkövek. Nyilván semmi jelentősége nincs annak, hogy 50 ezer követője van az embernek, vagy 49, vagy 3, de valahol meg mégis van. És hogy ez mitől lett, az arra meg én úgy éreztem, hogy most érdekes reflektálni, és azt állom, hogy ettől lett, hogy csak teszem azt, amit időszerűnek érzek, mert lelkesít, mert nem tudom nem csinálni, és tűnhet úgy, hogy ez bátorság, meg bátormondások, meg bátorvidók, bizonyos értelemben az, de a lényeg végül a bátorság mögött is csak a tisztánlátás, hogy jól látom magamat, vagy egyre tisztábban, mert jól az is még mindig túlzás, de egyre tisztábban, és egyre tisztábban látom a tennivalót, hogy hogyan lehetek hasznos, és csak teszem azt, amit időszerűnek érzek. Úgyhogy jó munkát mindenkinek, ezt értem alatta. Jó munka számomra ez, amikor részt veszünk a teremtésbe, itt és most, úgy, ahogy itt és most a leghasznosabbak tudunk lenni. Szerintem ez a boldog élet kulcsa, úgyhogy én magam is ebbe próbálok mindenkinek segíteni, meg ebbe kívánok. Ebbe kívánok tényleg akkor nem is bátorságot, hanem őszintességet, mert az őszintesség a kulcs. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek szeretettel. Segítségnek örülnél, akkor vannak kurzusok, meg közösség, meg stb., de tényleg nem most nem ez a lényeg, hanem az üzenet, hogy a helyes önkép végül mindennek a kulcsa. A tettek ebből automatikusan következnek. Köszi a figyelmet, és kis kiegészítés, hogy ebből az alkalomból, hogy most akkor ilyen mérföldkőnek éljük meg ezt az egészet, ugye egy ideje a közösségben örökös tagság van, és most hoztuk a részletfizetést, meghallva sokaknak a kérését vagy kérdését, hogy jó, hogy örökös tagság, de hogy egyben ez túl nagy az összeg, lehet 4/4 éves részletben is fizetni, és akkor így elérhetőbb a tagdíj, több időre osztik szét. Úgyhogy eddig ez a kis kiegészítés még, de az üzenet a lényeg ettől még, és az meg az őszinteség. És ugye a közösség is ezt a célt szolgálja, hogy legyen meg, ahol te őszinte tudsz lenni, használd mások tapasztalatait ahhoz, hogy jobban működjön az élet. Jó munkát mindenkinek!